A tavalyi nagy sikert követően újra megrendezi versenyét a Pannonia Pálinka Kultúra Egyesület. A nevezésre még van idő, a mustra március 1-én lesz, a díjátadó pedig március 9-én. Tavaly nagy sikert aratott az első Pannonia párlatverseny. Ugye ami azért párlatverseny, hogy a magán is a bérfőzőket szólítja meg, szerte kis hazánkból, illetve határon túlról is. Tavaly három országból érkeztek minták hozzánk, 320 minta volt. Hát ugye ez egy elég nagy szám egy első pálinka versenyhez képest, úgyhogy gyakorlatilag ennek felbuzdulván és a pozitív visszajelzések kapcsán, hát na, hogy megtartjuk a másodikat is, és hát ugye hát alapvetően az egyesületnek a fő célkitűzése maga a Pannonia kincse, keresése, gyakorlatilag a Pannonia párlatverseny az az alapszabálynak a fő indítatása, tehát gyakorlatilag ez nekünk a lényeg, hogy mindig megtaláljuk a legjobbat. Hát ugye az idén március 1-én lesz az érzékszervi bírálat, szakértői zsűri lesz szintén, aki megnézi a benevezett pálinkákat. Hát gondolok itt Vértes Tibor, az agárdi pálinka főzde mesternek a vezetésével állt fel a csapat, nagyon híres pálinka készítők, illetve pálinka szakmérnökök vannak a zsűribe. Február 27-ig lehet nevezni a pálinkákat, 0,35 liter a minimális nevezési tétel, tehát ennyivel kell a gazdáknak megjelenni úgymond a nevezési pontokra. A több nevezési pontunk van, a legfontosabbat emelném ki, az IMO automosónál lehet nálunk leadni a mintákat, az egyesület honlapján a párlatverseny.hu-n ékezetek nélkül. Fenn van mindenféle információ magáról a nevezésről, a magának a nevezés miértjéről, tehát hogy mennyi a nevezési díj, illetve ez a nevezett tételek mértékétől függ, illetve maga a versenyszabályzat is letölthető, és ott van a nevezési lap, ami szintén szükségeltetik a pálinkához. Valamint, hát ugye származási bizonyítványt kérünk, ami az azt jelenti, hogy a bérfőzetett pálinkák esetén a bérfőzéskor kiállított származási igazolvány, magánfőzés esetén pedig hát ugye a párlatjegynek a fénymásolt verziója nekünk teljesen megfelelő, és ezeket csatolni kell a tételek mellé. A szervezőknek nyilván van rálátása arra, hogy milyen gazdag kincsel rendelkezünk itt Zalában, Dél-Zalában, illetve Pannoniában, hiszen több országból is érkeznek a nevezők. Vannak különlegességek, és vannak hagyományos fajták, vannak befutók is esetleg, hiszen minden esztendőben a természet az úr. Hát így van, ugye vannak érdekességek, vannak hagyományos fajták, de a hagyományos fajtáknál is más a trend már mai időszámításban gyakorlatilag, mint 2010-ben, amikor ugye szeptember 27-én a magánfőzők elkezdhettek főzni. Hát azóta sokat változott a pálinka, tehát most már egy barack pálinkánál sem az a mérvadó, hogy a nagymama lekvárja legyen csak is kizárólagosan megtalálható a pálinkában, ugyan a pálinkának az illata, tükröznie kell egyfajta citrusosságot, egyfajta rózsaillatot, ami végülis a magában a gyümölcsbe megtalálható, tehát a pálinka készítőknek is egy jóval nagyobb minőségi lépést kellett tennie ahhoz, hogy egy ilyen minőségi termékeket készítsenek. Tehát ugye ezek a hagyományos gyümölcsökről beszélünk, tehát a szilvánál ugyanez a jellemző, tehát már nem az aszalt szilvás, szilva, pálinka úgymond a trendi, hanem ami teljesen egy komplex íz-illat élményt ad a fogyasztónak, hiszen a pálinkában az élmény, szoktuk mondani, és gyakorlatilag, hát igen, keressük a mostani idei nagy kincset, hogy ez most egy hagyományos, tradicionális pálinka, úgymond, vagy egy kajszi, szilva, vagy körte, vagy esetleg valami különlegesség. Tavaly évben egy Szamóca nyerte a párlatversenyt, az idén hát ugye nem tudjuk, tehát elég széles a paletta, tehát bármi lehet, a legjobbat keressük.